Szilvia kétgyermekes családanya. A segítségnyújtás régóta közel állt hozzá, de ez a fajta szociális közeg csak véletlenül jött az életébe. Idén pedig már ő lett az idősek nappali ellátásának vezetője. A családommal közel 12 éve élünk Bátaszéken. 2022. márciusában kerültem ebbe a pozícióba. Nagy örömömre szolgált, hogy a pályázatom benyújtását követően intézményvezető asszony bizalmat szavazott a személyem iránt. 3 éve kerültem így kapcsolatba, így a szociális szférával, mint hivatásos gondnok. Úgy érzem, hogy a kollégákkal sikerült egy jó viszonyt kialakítani. Az ellátottak és az igénybevevők is, az ellátásainkat igénybevevők is szeretettel fogadtak. Így ilyen téren nem volt nehéz dolgom. Ez elődöm egy egészen jól felépített munkarendet hagyott úgymond rám, tehát ilyen téren nem voltak gondjaim. A nehézséget inkább az okozta, hogy ugye itt több területen kell amúgy helytállni, tehát itt a feladatoknak így az összekoordinálása, ami így kicsit nehezebb volt számomra. 4 alapszolgáltatásunk van a nappali ellátás keretében. A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek klubja. A 4. a szociális étkeztetés. Szilvia azt is elmondta, hogy bár nem ő vezette az intézményt a Covid-járvány alatt, még most is érzik a hatását, leginkább az idősek klubjában. Az gyakorlatilag így a nulláról kell újra építeni, és hát ebbe úgy érzem, hogy még azért kell több tapasztalatot szerezzek. Igyekszünk ebben is úgymond jobban teljesíteni. A klubtagjaink hétköznapjait színesebbé tenni. Heti programjaink vannak. Ugyanúgy akkor a nagyobb ünnepeket is igyekszünk úgymond megünnepelni. Nagyon kedveltek a verses zenés előadások. Ilyen téren számítunk a helyi civil szervezetek, egyesületekre, illetve a városi óvodára és az iskolára. A városban 5 gondozónő dolgozik, akik napi szinten közel 35 főt látnak el. Hát elég leterheltek a munkavállalók. Ugye ez nem csak fizikai munka, hanem egyfajta lelki teher is. Hát igyekszünk helytállni, hogy olyan szolgáltatást nyújtsunk, hogy az ellátottaink érdekeit, igényeit szem előtt tartsuk. Nem minden egy ellátott ugyanolyan körülmények között van, tehát vannak ugye súlyosabb igénybevevők, fekvőbetegek esetleg, ahol tényleg ott kell legyünk, és számítanak ránk.